A Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében zajlott nőnapi kavalkád programjaiban a szervezők olyan témákban hívtak előadókat, melyek a hölgyek mindennapi életéhez kapcsolódnak, és a lélektan világába kalauzolja az érdeklődőket. Szó esett többek között a családon belüli szerepekről, a női intim zónák titkairól, és arról is, hogyan alakult át a nők szerepe a világban. Ez utóbbiról Kitanics Márk pszichológus osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. Hogy nagyon sokan ugye úgy szocializálódnak, hogy kvázi ebbe a szerepkörbe szocializálódnak bele, ők nem biztos, hogy tehernek érzik. Inkább azok érezhetik ezt tehernek, akinek a szocializációja más, és a gyorsan és dinamikusan változó világ egy újfajta szerep elvárást közvetít feléjük. Ez nagyon nehéz. Tehát ilyenkor nagyon nehéz az egyik szerepből átállni a másik szerepbe. Ugye azt látjuk, hogy a klasszikus családok felbomlottak, van egy fajta új hatás, egy új világrend, egy új világszemlélet, amiben bizony a nőkre egy másfajta elvárás hárul. A klasszikus családok felbomlottak, tehát mert nem úgy működik, nem azokkal a hagyományos és klasszikus szerepekkel működik egy család, ahogy korábban működött, hiszen olyan új elvárások vannak, amelyeknek meg kell felelni a nőnek is, tehát anyaként is szerepelnie kell, dolgozó nőként is szerepelnie kell, feleségként is szerepelnie kell, és van, hogy ezt a sok szerepet nem biztos, hogy megfelelően tudják összeegyeztetni. Ilyen esetben keletkezik egy hiátus, egy feszültség, egy szorongás, pszichiátriai problémák, és egy csomó minden, akár válás, hogy a gyerekekkel való nem megfelelő bánásmód, mindennek a következménye tud lenni. Az a tapasztalat, mondja a pszichológus, hogy a hölgyeknek van egy elképzelése arról, hogyan kéne működniük a mindennapokban, ami sok esetben túlzó a lehetőségeikhez vagy adottságaikhoz képest. És amikor a racionalitással és a realitással szembesítjük őket, megkönnyebbülnek. Kiderül, hogy igen, egy nő a gyerekkel lehet türelmetlen, egy nő lehet feszült, egy nő szoronghat, nem kell neki feltétlenül mindig erősnek mutatkoznia. Mert hogy ez a fajta szerepelvárás közvetítődik feléjük, és amikor ezt gyakorlatilag meg tudják ugrani, és rájönnek arra, hogy ők is ugyanolyan emberek, és ők is ugyanezeket a fájdalmakat, félelmeket, szorongásokat átélhetik, abban a pillanatban megkönnyebbülnek. És rájönnek arra, hogy az a kép, amit ők felépítettek magukba, az a saját belső elvárásuk, nem a környezet elvárása. Társaságok, a női közösségek egymást tuningolják gyakorlatilag, és egyre magasabbra emelik azt a lécet, amit nem biztos, hogy meg kell ugrani, lehet, hogy át is lehet bújni alatta. Példaképek. Ezt a címet viselte az a talk show, amelynek házigazdája Sas Erzsébet újságíró volt, aki ezúttal saját lányát Andreát hívta segítségül a műsorba. Lévén anyákat és lányaikat vártak vendégségbe a beszélgetésben. Tetszett az ötlet, ez az anya-lánya dolog, és ugye a húgi lányom az sok mindent csinál most, amit én kezdtem annak idején csinálni 20 éve, és mindig kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen lenne az, hogy együtt vezetünk egy talkshow-t, vagy egy bármilyen más műsort, és ez most szinte elénk jött ez a dolog, és nagyon szívesen elvállaltuk, annál is inkább, mert hát rengeteg olyan híres, nagyon-nagyon jó hivatású ember van, akinek az édesanyja is az. Vagy követi a lánya, vagy nem, de mind a kettő nagyon-nagyon aktív, és hát most három ilyen pár lesz a vendégünk. Én nagyon izgulok, bevallom őszintén, bár hát beszéltem már nagyon sok ember előtt, jó pár évvel ezelőtt is folyamatosan is, meglátjuk, hogy milyen lesz. Andrea véleménye szerint a nők szerepe és megítélése rengeteget változott az évek alatt. És a felelősség szerintem most óriási a nőkön. Ugye nem csak édesanyaként kell megfelelned, hanem munkatársként is, napi 9-10 órában, és mellette bizony még keményen dolgoznunk is kell az, hogy el tudjuk tartani magunkat. Én most inkább magamról tudok beszélni, hiszen egyedülálló anyaként nem volt egyszerű azért a mindennapokat megoldani. Meg természetesen mellett, amit most ugye elvár a társadalom, hogy legyél fit, legyél egészséges, legyél kívánatos, legyél szép. Tehát rengeteg szeretnek kell megfelelnünk. Ezt nagyon-nagyon nehéz egyébként kivitelezni minden nap. Mondják nagyon sokszor a szakemberek is, hogy fogadd el önmagad. Itt nem arról van szó természetesen, hogy slampos legyél és hízzál el, és egyáltalán a nőiességedet valahova zárd el a fiúknak a legmélyére, de igen, el kell tudni fogadni magunkat, vagy el kellene, és leginkább magunkkal foglalkozni, magunkkal törődni, és mindenki más utána. A vendégek között volt Lőcini Pollányi Justina, akit a Csillag Dózsa Néptánc Együttes vezetőjeként ismerhetünk, és lánya Vízdár Lőci Gizdella, az autista gyerekeket és családokat segítő Esőmanók Egyesület vezetője is. A példaadásról és a megfelelésről beszélgettünk. Mindig is a nők valahol hátrányos helyzetben voltak, akár a munkával kapcsolatban, akár társadalmi tevékenységgel, de én úgy gondolom, hogy most már ez teljesen megváltozott. Szóval azért a nők most már elkezdtek jobban érvényesülni. Többet tudnak tenni, ugye azért gyerekek, család,
társadalmi tevékenység. Az én családom ilyen munkamániás, úgyhogy én úgy gondolom, hogy miután lányaim is vannak, mindegyik megállja a helyét úgy, mint nő, és legalább olyan mértékkel lehet őket mérni, mint egy férfi. Ami nekem fontos volt mindig, az a mozgás, az, hogy a családcentrikusság, imádom a családom, és hogy valami más csináljak, nem a megszokott a munka, a gyerek, a háztartás ilyen, hanem mindig kitaláltam azt, hogy valami mást kell csinálni. A tánc az nagyon fontos volt nekem, és én úgy gondolom, hogy ebbe értem ki, vagy teljesedtem ki, és ezt adtam tovább. Én úgy gondolom, hogy az én édesanyám az az igazi született nő. Hogy viselkedésre, megjelenésre, beszédre, ahogy az emberekhez áll, úgyhogy hogy könnyű volt-e neki, azt nem tudom. Azt tudom, hogy én sokat tanultam tőle. Szerintem a jelenkornak megfelelően próbálkozik minden nő nőnek maradni, amennyire lehet. Szerintem azért elcsúsztak egy kicsit a dolgok, hogy ez rendben van-e így, vagy sem, és szerintem majd az idő eldönti. A Babits Mihály Kulturális Központ és a szervezésben résztvállaló mentálhigiénés műhely, valamint az egészségfejlesztési iroda olyan programot akart összeállítani, amelyben mindenki megtalálja a maga érdeklődését. Varga Dalma, a nap főszervezője azt mondja, látva az érdeklődők sokaságát, sikeres napot zárhattak. 2017-ben indítottuk a Nőnapi Kavalkádot, és már akkor látszott, hogy a hölgyeket megfogja ez a programsorozat, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az ilyen alkalmakkor kifejezetten bizonyos rétegnek szervezzünk vegyesen mindenféle programot, ugyanis ez felkelti az érdeklődést. Akkor is hasonló jellegű programokat hoztunk most is, és nagyjából annyi, hogy a létszámon azért látszik, hogy itt vírus volt két évig, egy kicsit az a jellemző, hogy lejjebb ülnek az emberek, nehezebb megmozdulni, de ettől függetlenül én azt mondom, hogy nem panaszkodhatunk. Az est végén a felhőtlen szórakozásra is gondoltak a szervezők. A Ladies Night Party-n korhatár nélkül várták a placban a táncolni, mulatni vágyókat. A helyszínválasztás nem volt véletlen, a tervek szerint számos hasonló mulatság szerveződik itt a következőkben.